fennállásának 60. táncszínházzá alakulásának 15. évfordulóját ünnepli idén az Ifjú Szívek Táncegyüttes. A kettős jubileum alkalmából Párkányban is felléptek, ahol egy ünnepi est keretében több százan tapsoltak a táncosoknak, akik közül sokan személyesen is kötődnek a városhoz és a Kisbolytár gyermek néptánc csoporthoz. Hégli Dusán, a társulat művészeti vezetője a Felföldi Levelek című előadásról beszélt stábunknak. A kuriózum az az, hogy 2005-ben készült, tehát ez egy 10 éves darab, megjárta Ausztráliát, az Egyesült Államokat, és így a jubileum kapcsán, meg mivel újra aktuális lett, újra leporoltuk, kicsit újra gondoltuk, és valójában nem szól másról, mint a 19.-20. század fordulójának felföldjéről. Beleértve a várost, a falut, beleértve a nemzetiségeket, és ehhez felhasználtuk 4 olyan világhírű magyarnak a leveleit, írásait, mint Bartók Béla, Kodály Zoltán, Petőfi Sándor, Márai Sándor, akik ugye nagy szórásba jártak és éltek itt a egykori felföldön, de úgy gondolom, hogy az ő írásaik semmiképpen nem vesztettek az aktualitásukból, nem hogy 2005-höz képest, hanem amikor írottak ahhoz képest se. És ugyanúgy, mint Bartók, Kodály vagy Petőfi, amennyire ismerte a falu népét, ugyanúgy Márai ismerte a városi ember lelkivilágát, és ez nekünk ez a felföld. Tehát nekünk Kassa ugyanúgy felföld, mint az utolsó kis hegyi szlovák falu, vagy mint Náczeg, amiről Kodály úgy ír, hogy szebb, mint Párizs szerinte. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeknek a leveleknek, amik akkor írottak, ugye a mai világban lenne ez az SMS vagy a mail, csak nem biztos, hogy ma már tartalmaz ennyire szubjektív szókapcsolatokat, ennyire komoly leíró szövegeket, hiszen mi a film és a gyűjtött zenén kívül ezekre a leveleknek a adatára is támaszkodtunk.
Az előadás kapcsán az is felötlik, hogy a 19. és 20. század sorsfordító történelmi pillanatait és traumáit mennyire lehet lefordítani a tánc nyelvére. A első világháború kezdetéig datáljuk a hagyományos falusi parasztársadalomnak a érintetlenségét. Ugye akkor kezdődött ez a nagy fölbojdulás. Ekkor volt valószínűleg ez a társadalom és ennek kultúrája a csúcspontján, ekkor lehetett a leginkább ezeket a kis tájegységeket megkülönböztetni, és hát ekkor jutott el Bartók és Kodály is arra a szintre, hogy a zenei inspirációként elinduljanak a falu és a több évszázad lerakódott zenei hagyomány földgyűjtését valahogy vagy rendszerezni, földgyűjteni, majd utána használni. És ezekből a leírásokból kiderül, hogy hát egy fonográffal megjelenni a 1900-es évek elején fonon az olyan lehetett valószínűleg, mint hogyha akár egy iPhone-nal jelentek volna meg. Nagyon furán néztek erre az emberek, és jó példák vannak ebbe a levélbe, amik nekünk néptáncosoknak, népzenészeknek hiányoznak, hiszen csak a II. Világháború után lettek olyan technikai eszközök, mint a kamera vagy a felvevő gép, hogy mi lássuk és halljuk, hogy mi volt a falu. Ezek a levelek ezt pótolják. Azt gondolom, hogy ebben a mai világban, amikor kicsit mindenki a faltól falig csapódik az identitás keresésbe, néha akár szélsőségekig, azt gondolom, hogy érdemes meghallgatni ezeket a leveleket. Ezeket a leveleket mi nem tudjuk megmutatni, mi nem is nagyon tudjuk eltáncolni. A kettő kiegészíti egymást. Tehát mi olyan zene és táncanyagot használunk, ami a levélhoz képest valami asszociatív dologban segít, tehát mi nem táncoljuk el ez esetben, mint mondjuk a hontanításnál, hogy a mozdulat és a zene az, ami játszik. Itt inkább egy egymásra épülő zenés időutazásról van talán szó. Annyira jól vannak azok a levelek megírva, valószínűleg a úriembereknek nem biztos, hogy mindegyiknek ez volt abban a pillanatban a szándéka, mi hagytunk benne személyes dolgokat is, mert ezt teszi életszerűvé. De annyira jók ezek a szövegek, hogy azt gondolom, hogy ez magával ragadja az embert, és egy levelet el lehet olvasni, hogy meg lehet hallgatni. Más nem lehet vele szerintem csinálni, ha nem akarunk belenyúlni, úgyhogy mi ezt így hattuk. Bízom benne, hogy ezek a gondolatok, ezek a spontán, gyakran spontán üzenetek, és azok a kis jelzések, amik összekapcsolják ezt az egész műsort, azok ma is érthetőek lesznek. Párkánytól itt van nem messze Kémént, tehát kémli táncokat is lehet látni, majd garamenti táncokat. Kodály Zoltán itt nem messze Ipolyságon szervezte az első európai népzenei fesztivált, lehet így mondani, ugye ez a Dudásokat, amikor 1910-ben összehívta. Tehát ez mind-mind megjelenik valamilyen szinten a műsorban.
Így van, igen. Tehát, hogy ez mind megjelenik a műsorban, de megmutatjuk a falut, ahol gyűjtöttek, megmutatjuk a várost is a műsor végén, és megmutatjuk egy kicsit azt is, hogy ez a nemzetiségi keveredés beleértve valamennyi nemzetiséget, aki itt élt, hogy gondolkodott róluk márai, és megpróbálom egy kicsit tréfásan egészen máig utalni ezzel, úgyhogy remélem, hogy a közönség így 10 év után is ezt fogadja. Mi annak idején, az emlékeim szerint jártunk vele Párkányba, de én azt gondolom, hogy ha valamit sikerült 10 éve csinálni, hogy ma is aktuális, akkor az már egy fél siker. Dramaturgiai szándék teljes mértékben bevált, és az ifjú szívek ismét nagy sikert aratott Párkányban, de hogy mik a további kilátások, és miként viszonyul hozzájuk a fenntartó, erre Hégli Dusán így válaszolt. Most van ugye évfordulónk, 2. jubileumunk, most úgy nagyjából csend van, lehet, hogy ez ennek is oka. Én bízom benne, hogy a fenntartó szervünknek ugyanaz az érdeke, mint nekünk, hogy egy minőséges kultúrával foglalkozó intézményt hozzunk létre, különböző műsorokkal. Fura lenne, hogyha a fenntartónak más érdeke lenne, hiszen ő adja az anyagi jutatásokat erre, tehát neki a legfontosabb, hogy ez a megfelelő művészi minőségen keljen el. Aztán egy másik dolog, hogy ki mit tart művészetnek, vagy milyen szintűnek. Én bízok benne, hogy most ez a gond nem lesz. Meglátjuk a választások után, hogy változik-e valami, olyankor szokott általában. A 2. jubileum alkalmából Hégli Dusánnak kimagasló koreográfusi és művészeti munkájáért díjat is adományoztak Párkányban, az ifjú szíveket pedig továbbra is szeretettel várják a városba minden egyes fellépésükkel.